Székely Csaba, a Szociális Alapellátó Intézmény igazgatója, 1997 óta dolgozik szociális területen. Elsőként ebben az évben hirdette meg a Nemzetközi Szociális Munkások Szövetsége a Szociális Munkanapját. Tata az elsők között szervezett célirányosan programot a nap apropóján. Már a következő évben vettük a bátorságot és megünnepeltük, tehát ha jól emlékszem, akkor Tatán 98 óta ünnepeljük ezt a napot. Először csak magunk, de aztán egyre szélesebb körben. Már azt hiszem, hogy már a közösségnek, a helyi közösségnek a köszönete, vagy elismerése a szociális munkások irányában ez a nap. És ugye tudjuk, hogy hatalmas, hosszú utat járt be ez a terület, mert rengeteg új szolgáltatás alakult, az alapszolgáltatások és a szakellátás teljesen komolyan mondom, hogy egy fejlett nyugat-európai szintet ért el. Ugyanakkor azért van egy pici árnyoldala is ennek a képnek, hiszen a szociális munkások keresik ma a legkevesebbet a különböző közalkalmazotti ágazatban. Úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy ez a nap is felhívja a figyelmet, hogy mi nem csak a munkánkkal szeretnénk hozzájárulni a nemzetgazdaság fejlődéséhez, hanem egy picit fogyasztóként is szeretnénk jobban megjelenni. Az önkormányzatnak kötelezően elvégzendő szociális feladatai vannak. Az intézményhálózat, az infrastruktúra folyamatosan korszerűsödik. A következőkben a humán területre, a munkát végzőkre szeretnének koncentrálni. Most az a része következik a munkának,